A 2023-as 2024-es tanév prioritása az iskolások testi biztonsága. Az oktatási intézmények 84%-a rendelkezik menedékhelyel. közölte Oxen Liszovi, oktatási és tudományos miniszter. A tárcavezető megjegyezte, hogy a tanév még mindig háborús körülmények között kezdődött meg, ami minden ukrán polgárra további terhet és nyomást jelent. Természetesen csak a győzelmünk után érezhetjük magunkat teljes biztonságban, és most, amíg az ukrán hadsereg aktívan dolgozik ezen, vigyáznunk kell magunkra és egymásra. Akár osztálytermi, akár online az oktatás, amint megszólal a légiriadó, le kell menni az óvóhelyre. Ugyanakkor ügyeljenek saját és gyermekeik mentális egészségére. Legyenek figyelmesek és nyitottak a támogatás nyújtására és fogadására, fogalmazott a miniszter. Elmondása szerint szeptember 1-től közel 13 ezer iskola kezdte meg működését különféle formátumokban, jelenléti, online és vegyes, az iskolapadba közel 4 millió diák tért vissza. Az iskolák 84%-a rendelkezik menedékhelyel, amelyek megléte alapvető feltétele annak, hogy az intézmény visszatérjen a jelenléti oktatáshoz. A régiókban 281 óvóhely kialakítására és rekonstrukciójára másfél milliárd hrívnya állami támogatást hagytak jóvá, mondta Lisoví. Emellett 18 régió számára közel 500 iskolabusz szereztek be, 165-öt már leszállították, a többi októberben, novemberben és decemberben érkezik. Liszové hozzátette, hogy a tanárok és az iskolások már 96, illetve 35 ezer technikai eszközt kaptak. Ez végéig több mint 40 ezret továbbítanak a diákoknak. Közölte, hogy az új ukrán iskola hatodik osztályos tankönyvei 66 át az állami költségvetés terhére nyomtatták ki. Az ötödik osztály számára az adományozók támogatásával nyomtatták ki az ukrán nyelv, a matematika, a természettudományok és a lengyel nyelvtankönyveket. A szükséglet teljes biztosítása érdekében folytatódnak a tárgyalások az adományozó szervezetekkel.